Egy 45 éves amerikai nő állította fel az aktuális sebességrekordot kerékpáron, ami 295 km/h volt. Egy mai korszerű bringával akár 100 km/h is lehet haladni, az átlag sebesség azonban szerencsére csak 20 km/h körül mozog. Azonban még így is nagyon magas a kerékpáros balesetek száma országszerte, így megyénkben is. A polisz.hu kimutatásán jól látszik, 2019-ben a januártól júliusig terjedő időszakban a személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek 10%-ában kerékpáros volt a baleset okozója. Ezt azonban nem mindig ilyen egyszerű megállapítani. A gépjármű vezető, ha látja, hogy az egyik jármű már megállt szemből, és el fogja engedni a kerékpáros udvariasságból, tehát megáll, int, hogy tessék parancsolni, áthaladni, akkor a kerékpáros megindul és hajt. Igen ám, csak a szemből érkező Korányfés utcán például a város fele közlekedő gépjármű nem áll meg, és elgázolja a kerékpáros. Na itt van az, hogy közös a felelősség, mert a kerékpáros egyszer egy stopptáblát, a járművezető pedig nem vette figyelembe, hogy ott már vele szemben egy gépkocsi megállt, tehát elengedte a kerékpárost. Na ez az, amire sokkal nagyobb figyelemmel kell, hogy legyenek. A kerékpárosok egy része igyekszik minden rá vonatkozó kresszabályt betartani, de mindig vannak kirívó esetek is. A fülhallgató használata például növeli a baleset kockázatát, mivel a bringázó ilyenkor nem hallja a környezeti zajokat. Tilos telefont használni kerékpározás közben, a kormányt két kézzel kell fogni, és figyelni kell a 7 kötelező kerékpár kiegészítőre is. A kerékpárutaknál, illetve az átvezetőknél a közúti jelzőtáblákra és felfestésekre hívják fel a figyelmet a szakemberek, hiszen egyre több a kerékpárút Nyíregyházán is, jelenleg több, mint 70 kilométer. Túl sok lett az a forgalmi helyzet, amivel eddig nem voltak megszokva, nem volt ismert a kerékpárosok előtt, gondolok itt a sok kerékpárútra, közút kereszteződése. Aztán van egy másik nagy probléma, én úgy gondolom, hogy a burkolatjelek, melyet felfestettek, mint kerékpár átvezető a kereszteződésekben. Ezen burkolatjeleket nagyon sokan tévedésből és nagyon rosszul értelmezik. Ezekben a kereszteződésekben, ahol kerékpáros átvezető pontok vannak, az nem azt jelenti, hogy automatikusan elsőbsége van a kerékpárosnak. Illene nézni az elsőbségadás táblákat, a kanyarodás szabályát, és akkor nem lenne ennyi kerékpáros baleset. A kerékpárosok anonim módon közlekedhetnek, nincs rendszám, ami alapján beazonosíthatóak lennének a szabálytalanság elkövetése során. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szabályokat nem kell betartaniuk. A kerékpárra a közlekedők 70%-a jogosítvánnyal rendelkezik, vagyis mindössze 30% körüli azok aránya, akik a tudatlanság miatt szenvednek balesetet. Ők jellemzően az idősebb korosztály tagjai, vagy még kiskorúak.